Az idén kiváló teljesítmény nyújtó sportolókat jutalmazta a Miskolc önkormányzata. A Művészetek Házában kedden azokat a fiatal sportolókat és felkészítőiket díjazták, akik eredményes munkájukkal öregbítették a város hírnevét az országban vagy határainkon túl. 25 csapatban játszó több mint 60 egyéni sportoló és 42 edző vett át elismerést. Verespál polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a város életében fontos szerep jut a sportnak. A díjazottak eredményei pedig példaként szolgálhatnak a sporttársadalomnak és valamennyi miskolci ember számára is. Ebben a pillanatban vége! Vége, bajnok a DVTK! Ez volt az a pillanat, amikor az előző szezonban története során először megnyerte az U21-es magyar jégkorong bajnokságot a DVTK Jegesmedvék U21-es csapata. Többek között őket is jutalmazták kedd délelőtt a Művészetek Házában a kiváló teljesítmény nyújtó sportolók díjátadó ünnepségén. A DVTK Jegesmedvék U21-es csapatának csapatkapitánya szerint nagy megtiszteltetés, hogy ők is a díjazottak között vannak. Az elmúlt időszakról pedig azt mondta, mindenki keményen dolgozott a sikerért, és ebben évek munkája érett be. A tavalyi szezonban ugye sikerült megnyernünk az U21-es magyar bajnokságot. Itt a miskolci jégkorong történelem során először utánpótlásban, úgyhogy az elég nagy szó, úgymond. De idén is erre fogunk törekedni, ugyanúgy keményen fogunk játszani, mint tavaly. Minden sportágban a világ és Európa bajnokságon első 6 helyezést elért sportolókat, továbbá az országos bajnokságok győzteseit ismerték el, ifjúsági, junior, felnőtt és szenior kategóriákban, és a felkészítő edzőket is méltatták. A jutalmakat Verespál polgármester és Ignác Dávid jegyző adta át. A város életében fontos szerep jut a sportnak, hiszen Miskolc sport élete rendkívül színes és változatos. Verespál a díjátadón arról beszélt, hogy a városi sportélethez megfelelően felszerelt létesítmények is tartoznak. Miskolcnak mindig nagyon fontos volt, hogy elismerje a megyeszékhely kiemelkedő sportolóit. Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is, így évvége közelettével, Miskolc megyei város önkormányzata összefogva a sportegyesületekkel díjazza a legsikeresebb sportolóinkat. Nagyon nehéz év után vagyunk, de így is nagyon büszkék lehetünk azokra az eredményekre, amelyeket a sportolóink elértek. A polgármester hozzátette, hogy az edzők és szakemberek segítsége elengedhetetlen a sikerhez. Az eredmények mögött pedig sok munka, akaraterő és kitartás van. Verespál zárásképpen pedig úgy fogalmazott, hogy elszántsággal bármi megvalósítható.